Az idén is díjazták azokat a fiatal tehetségeket, akik 2019-ben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak valamely területen, és munkájukkal öregbítették Bátaszékváros hírnevét. Fekete András 9. osztályos tanuló. Egy betegség miatt kezdett el úszni, időközben annyira elsajátította a gyors és mellúszást, hogy országos második helyezést ért el váltóban. Azért kezdtem úszni, mert van egy, hát ilyen mondhatni betegségnek, hogy a bejebb van a mellkasom, és ahogy ezt így azt tanácsoltak az orvosok, hogy kiebb kell így az úszással, vagy valamilyen sporttal így nyomni. Ugye, és igazából ezzel kezdtem el, aztán nagyon megszerettem a sportot, és máig is nagyon szeretek úszni. A gyors és a mellúszás, amiben versenyzek, igazából hátat is, meg a pillangót is szeretem, de ugye két úszás nem a megengedett. A legjobb eredményem úszásban az országos második helyezés volt, ez még ötödikes koromban, egy váltóban. De így általában két évente szoktam kijutni országosra egyéniben. Bárdos Bianca közösségi és sport eredményei mellett eddig mind a 8 iskolai évét kitűnő átlaggal végezte. Idén osztályfőnöke jelölte a díjra. 6 éve vagyok ebben a csoportban, azóta nagyon-nagyon szeretem, az életem a tánc, és az Egyesület nagyon jó közösség, szeretek velük lenni, és versenyekre járunk. Eddig a legmagasabb az egy Európa-bajnokság volt, ott is nagyon jó eredményeket értünk el. Legutoljára most júniusban voltunk versenyen, viszont most ki fogunk hagyni egy évet, hanem majd őszi bajnokságra megyünk, mint visszatérő bajnokok, mondhatom így, és szeretnék elérni még sok mindent ezzel a csoporttal. Még ezen kívül a matematikában nagyon helyeslek, és nagyon sok eredményt értem el abban is, és rajzolni nagyon szeretek. Rajztagozaton vagyok az iskolában 8 éve, ugye, és azzal is pályázatokon első helyezetek lettem, külön díjas. A kitüntetésre a helyi intézmények és civil szervezetek vezetői ajánlották a kimagasló eredményeket nyújtó diákokat. Így az ő nagyra becsülésüket is kifejezi az elismerés. A méltatásokat követően az ajándékokat Bátaszék polgármestere adta át. Évtizedes hagyományom van már, hogy egy évvégén egy önkormányzati fogadás keretében mondunk köszönetet sok mindenkinek. Köszönetet mondunk egyrészt azoknak a civil szervezeteknek, civil szervezet tagjainak, akik ebben az esztendőben, illetve mindig adott esztendőben sokat tesznek a település közösségéért, akik kiváló eredményeket érnek el. Köszönetet mondunk a helyi vállalkozóknak, hiszen ők nem csak családokat foglalkoztatnak, nem csak helyi adóbefizetők, hanem mecénásként is támogatják a város rendezvényeit, civil szervezeteit. És hát nem utolsó sorban köszönetet mondunk azoknak a fiataloknak, akik ebben az esztendőben is öregbítették városunk hírnevét. 35 fiatal kapja meg ma a Fiatalok a Városért elismerést. Ők tanulmányi eredményeik, sporteredményeik, művészeti eredményeik alapján ebben az esztendőben kiemelkedőt alkottak, kiemelkedőt tettek. Ahogy említettem, öregbítették városunknak a hírnevét. Nagyon örülünk, hogy ennyi sok és tehetséges fiatal van, mert bízunk benne, hogy későbbiek során is településünk, városunk aktív tagjai lesznek, és hát számíthatunk rá rájuk az elkövetkező időszakban. A hagyomány, hogy a diákokra alapvetően az oktatási intézmények, társadalmi szervezetek, sportszervezetek tesznek javaslatot, hogy ők kik azok, akik teljesítményük alapján érdemessé válhatnak ebben az esztendőben, illetve adott esztendőben erre a címre. Egy kicsivel mindig több ajánlás érkezik, de a lehetőségeink korlátozottak e tekintetben, de igyekszünk minden felterjesztést adott esetben támogatni, és számukra az elismerést adni. A Fiatalok a Városért címet viselő díjat idén 35 tehetséges fiatal vehette át Bátaszéken.